Jánoss Tárdát segítségével tudtunk tölteni. A 80 gram napi takarmánykületásságon akkor 90%-os terjeszteni a teljes termelés mértéke, akkor számunkra szükséges takarmány fehérje 5 grammal lehet eltérni. Érdemes egyből beírni a egységes premix mennyiséget,
két esetben célszerű első körben beírni. Jó, próbáljuk meg akkor ezt a példát maximális húza etetésével, 20% kiöltetésével. Tehát most megnéljük ezeket a értékeket, hogy nincs még csak ilyen próbálkozás. Nézzük meg, hogyha kezdetünk 40% kuricát, 15% extra szól vele, 4% 30, és 200% kivény volt, akkor ugye néz ki a példa. Utána tudjuk el számolni, mint a korrelás példa esetében. Ezt a 13,86-ot, ha megszorozunk 0,45-tel, akkor megkapjuk, hogy mekkora mennyiségben egyre a receptúrával, a kuricából. 80-szorozva 0,45-nek volt a mesve érdemességét, 80-szorozva, most 2,6-szorozva 0,45-tel, részénemességet nyitottra, 5,8-szorozva 0,45-nek a metronik, 3,6-szorozva 0,45-nek a metronik, mennyiségét, hogyha rájösszük 0,4-szorozva 0,45-nek a mennyiséget, és én fogsz meg, minden célszerű változtatni rajta. Most ahogy szeretjük a cukorú tartományra, tehát még szeretnénk növelni kell az energia mennyiségét, illetve a nyers fehérjének mennyiséget növeljük. Még azzal sem, hogy kerítünk 40 g-os igényt. Ugye? 40,6 g-ot, még a maximális takarmánymész mennyiségű mellesen tudunk biztosítani. Tehát ezért kell nézőgépot az új évben, vagy úgy tudom, hogy a tőles képes készséges kálciumot a madár követően. Mondtál ezt is, ezt a 6%-ot összevehetünk hát mostóra. Maximális és állat mennyiségét takarmányában. Ezt követően viszont már az a százalékos mennyiség, ami rendelkezésre áll a konkurensek változatására, az eléggé veszélyhető. Ha nézzük meg, hogy a 20%-ot adunk ezzel a fővelából, akkor ugyanállít az energia és a fehérje mennyiség. Fedezve van, megkérnénk így az nincs kielégítve, illetve a metanikusztisztin nincs nagyobb, mint a takarmányjelenlő mennyiség. Kálcium a maximális lehetőségeinkhez képest maximális értéken szerepel 25,31 g-ot tudunk biztosítani, és 44,60 g-ot szükség az állatnak. És a nem tekint foszfor is kevesebb van a takarmányunkban, mint amennyi a tehát számára szükséges. Tehát akkor kezdjük is el kiegészíteni ezeket a hiányzó aminosavakat és a foszfort. Itt összefoglalóan tartalmazza ez a kis számító tábla, hogy melyik a különböző komponensekre tűnt, de inkább számoljuk még egyszer jó. Tehát, hogy ugyanaz a lehetően, mint amit a korrelátorra alkalmaztunk, de inkább megnézzük, hogy ez is kell a számítást elvégezni. Most kezdjük a foszfor kiegészítéssel. 3,1-et ígyünk, tehát ez így látható, foszforú 3,1 gram. Ezzel szemben a takarmányban 2,09 gram van jelen. Tehát ha ebből kivonjuk ezt az értéket, megkapjuk, hogy a hiány az 1 gram. A szóló faktorának a
AP17-nek, úgy számoltatok ki, hogyha a kezdet elosztom az AP17 hormonok tartalmával, ez 104-en, akkor kapok egy számot. Ez a érték pedig 5,85 százalék. És hogyha ezt a hiányt beszorozom ezt a szorzó faktorának, akkor mondjuk grammal kérdve, mekkora mennyiséget kell még ebből az AP17-ből szerepeltetni a takarmányban ahhoz, hogy egy kilogramm takarmányban, hogy a fosszil igényen biztosítva legyen. Tehát 5,89 gramm az a hiány, hogy az a mennyiség AP17-ből, amelyet a hiány képes fedezni, és ha ezt elosztom vízzel, akkor megkapom, hogy 0,59-0,6%-ot tegyünk bele még a takarmányba AP17-ből. Jó, megvetettük, akkor egyben a szárcuk az is tiszt emelkedett, és a foszfortartalom is nő, és így már az igényszintünk, ez a 3,1-es igényszintünk, teljes mértékben kielégítésre, és egy picit lehetett a kálcium szintfúzia a teljes értékű takarmány keverékben, de még így is állt 40,6-tól, tehát nagyon fontos majd ennek a feladat alján közben rögzítésre, a kálcium hiány megszüntetése céljából valakítunk kell biztosítani a kagylóhéj közleménytől nézkörítet. Tehát amit szürkével már szerintem fontos a szövegesen is a feladat aljához közvetítésre kerüljön. Jó, ezt követően akkor nézzük, meg, hogy miből van még hiány. Kárcunkban van, már tovább emelhetjük ezt az értéket. Nézzük, már kezdjük akkor a tárgyalást. 8,6-at igény, és a takarmány adagban van 10,6, nincs ilyen rendben van. Neptunium 3,8 gramm az igény, és 3,32 a takarmányban, tehát picit ezen növelni kell. 3,8-ból, aki van 3,32, azt kapom, hogy 0,48 gramm a hiány. A Methionium esetében a szorzófaktor 1000 osztva 990-nel, tehát 1,01 század, ezt két értéket egymásra beszorozva, azt kapom, hogy 0,49 gramm DL methionumra van szükségem egy kilogramm takarmány esetében, akkor tudja megújítani. És ezt, hogyha elosztom a tízzel, azt kapom, hogy 0,05%-ot kell belőle kevernem. De ez még nem fogja eredményezni azt, hogy a mechanikus mértéken is biztosított legyen. Tehát igazából is célszerű először mechanikus tisztén együttes igényt számolni, és ezzel végezni a számolást, tehát mint akkor ezt vegyük is ki. Tehát ennél nagyobb mennyiségre van szükség, mint amit számoltam, mert a mechanikus tisztén nem teljesen fedett. A mechanikus tisztén igényen az 7,3 gramm, ezzel szemben a takarmány alapban jelen volt 6,35 gramm per kilogramm. Ez az érték kettő különbsége 0,94%. Ha ugyanezt a szorzófaktorral beszorozom ezt 0,94-et, azt kapom, hogy a metilénzőszisztin hiány összesen 0,94 gramm DL-metilén képes fedezni. Ha elosztom 10-el, akkor kiderül, hogy melyik a mennyiséget célszerű lenni, ugye a 0,095-öt,
de hogyha ez négyféles főként van, akkor ez volt 0,1%. Így már, hogy a nekünk, mind a nekünk a tisztítő mennyiség kellőképpen megjelentett ahhoz, hogy a szükségletünket biztosítsa. Tehát 3,8 gram pektóban nekünk mihez képest teljes mértékben van, mert keverékben van 4,31. A mekünk az tisztítő igény szint pedig 7,3 gram pektóban volt, és van benne most 2,35%. Tehát rendben van. És így is jövőre. Viszonylagos az energiák is, meg a felül fehérje mennyisége is, és most már elkezdődik megtartjuk a 128-as határértéket, de látszik, hogy már 100,4%-on van a kormányunk, majd olyan nem változtatni kell. A 100,4-as lenne, tehát elhoztam meg a 188,16-ot, 122,22-re. Fehérje energia arány.